Erika vagyok, nem tudom, hogy mit mondtak rólam, azt hiszem nem sok mindent. Én 15 éve foglalkozom, vagy már több mint 15 éve foglalkozom hangtálakkal. Ezt a hangot, amit most itt az előbb megkongattam, vagy megszólaltattam, ugye azt már sokszor hallottátok, hiszen vagy aki itt volt egész nap, akkor hallhatta, hiszen itt nem messze jöttek emberek, és beleálltak ebbe a tálba, és így megszólalhatott ez a tál. Ez a nagy tál, ez úgy gondolom, hogy a karmestere az én terápiámnak, hiszen ezzel kezdem és ezzel fejezem be. Azt hiszem, azt mindenki tudja, hogy minden rezgés. Mi vízalapúak vagyunk, ugye ezáltal nagyon könnyen áthangolódunk mindenféle irányba. A mai világunk ugye nem arról híres, vagy legalábbis nem arra specializálta magát, hogy a fénybe, vagy az életbe, vagy az egészségbe vigye az embereket. Ugye láthatjuk, hogy folyamatosan az életet töri meg. Ezt ugye minél hamarabb, minél kisebb beknél is már tapasztaljuk, hiszen a gyerekek is áldozatai ennek az egésznek. Annyit mondanék az egészről, hogy mivel, hogy én zenész vagyok, sok mindent hallok, vagy finomabban hallok, mint egy átlag ember. És azt vettem észre, hogy amikor elkezdtem ezekkel a tálakkal foglalkozni, hogy hát nem csak hangokat hallok, hanem nagyon sok információt is közölnek nekem ezek a tálak. Nagyon nagy tanítás volt ez nekem. Természetesen végeztem tanfolyamokat is, de rájöttem, hogy hát ezeket nem igazán lehet használni, hiszen nincsen két egyforma ember, nincsen két egyforma kezelés. Nem halljátok? Vagy? Adok egy másik. Ja, másik. Ja, jó. Ja, hogy akkor az jobb lesz? Tehát ott tartottam, hogy, vagy legalábbis amiről szeretnék beszélni, hogy az életerőnek a megtörése, ami itt most zajlik ugye a mai világban, mindenféle területen, úgyis, hogyha nem is tudunk róla, hiszen mindenféle frekvenciákat állítanak ránk, ami nem éppen minket az egységbe visz, az egészségbe, hanem összezavar. Én most nem akarok kitérni a Covidra, az oltásra, azzal kapcsolatban is igen sok tapasztalatom van, hiszen oltottakat is fogadok, és végig figyeltem ezt az egész folyamatot, hogy mi is történik bennük, illetve mi van az oltatlanokkal. Valójában ugyanazt tudom alátámasztani, amit a Tamási doktor úr is szokott mondani, tehát valójában összeomlik az energetikai rendszer, az immunrendszer, nem oly mértékben tudják megtartani azt az áthangolást, amit én ugye végzek az energetikai rendszerükben. Hát ugye mit is csinálok? Valójában az energetikai rendszerbe nyúlok bele, az energia pályákon, ugye a nádi vezetékeken áramlik az energia, és áramolna, ugye, és ahol blokk van, valahogy ahol törés van, ugye ott az megbetegíti a testet, tehát a minden csakrához, minden központhoz tartoznak belső elválasztású mirigyek, illetve szervek. És innentől kezdve annak az energialátása, hogyha csökken, akkor megbetegszik a test, ugye? De ez már előbb ott van, hiszen mi valójában energialények vagyunk. És én az energiába változtatom meg az áramlást. És a fizikai testnek, az anyagnak kutya kötelessége ezt a változást, ezt a változtatást ugye átengedni magán, és ugye ott is nagyon sok mindent el tudunk érni. Tehát az emberek már az első alkalommal is érzékelik ennek a hatását, hogy valami teljesen máshogy élik a mindennapjaikat, több erő van a mindennapokhoz. Na most, hogyha komolyabb betegségről van szó, akkor nyilván akkor sokkal jobban egyértelműbb az a dolog, hogy valami nagyon csodálatos dolog történik. Most itt nagyon sok esetet hozhatnék fel, hiszen már könyvet írhatnék ebből, hogy egyes emberek ugye miket tapasztalnak. De tényleg akiknél ugye nagyobb a baj, vagy jobban fáj, ugye azok rögtön tudják igazolni, hogy már az első alkalom is, vagy minden egyes alkalommal ugye sokkal jobban vannak, de ugyanígy a leletek is.
tehát a vérkép is mutatja, hogy jobb lesz. Valójában a kezelés az nem áll másból, mint abból, hogy valaki lefekszik egy matracra, és a megfelelő területekre, csakrákra, illetve a test mellé helyezek tálakat. Na most ugye ez úgy néz ki, mint átlagban minden más hangtárs kezelés, ugye? Ugye beszéltem arról, hogy másképpen hallok dolgokat. Hallom az energia áramlást a testben. Most ez egy megfoghatatlan dolog, de hát az is megfoghatatlan, hogy most leütünk a zongorán egy A hangot, és akkor ez most 441 hercen szól, vagy éppen 442-n, vagy most. Ugye ez most ezek megfoghatatlan dolgok, a laikusnak kell hozzá egy gép, ugye egy hangoló gép, amivel meg tudjuk ezt nézni. Nekem van ilyen herchallásom, ezt a zenész múltamból ugye sikerült megtudnom. Ez nem azt jelenti, hogy minden zenésznek van ilyen, mert abszolút nem, 98%-nak nincsen ilyen, vagy legalábbis többségének nincs. De ezt is úgy észrevettem, hogy ugye itt élünk Magyarországon, Kodály országában, mindent szolmizáltunk, én is úgy tanultam, és ugye valójában, hát minek szolmizáljak, hogyha készen kapom a hangokat, de hogy ez az abszolút hallásnak egy egyértelmű jele. És ugyanez volt a hangtálakkal is, amit mondtam az előbb, hogy többféle információ jön át, és a kezelés során is ezt használom, hiszen figyelek, folyamatosan hallgatom, hogy mi történik. Hiszen a csakrák egymással próbálnak összekapcsolódni, beszélgetnek, és az ember is, aki odajön és elfogadja ezt a beavatkozást, vagy kéri, az is jelen van, és megmondom őszintén, hogy ezt én mindig mondom és kihangsúlyozom, hogy ezt nem csak én teszem, hanem ezt együtt tesszük. Mert én csak ott tudok ugye változtatni, változást tenni, még akkor is, hogyha valaki elalszik a kezelés közben, hogyha ő, az ő magasabb énje, szellemi része egyszerűen ezt jóvá hagyja. Most ezt akkor beszéljünk arról, hogy de szerintem ez is egy lerágott csont, hiszen mindenki tudja, hogy a betegségek onnan jönnek, hogy a lélek betegszik meg. És a lélek törik meg. És most mi van a világban? Ugye ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy az emberek nagyon odafigyeljenek arra, hogy megpróbáljanak minél több örömöt megélni a szívükben. Igazi örömöt őszintén. Mert a gyerekeken is látom, hogy meg van törve ez a dolog, meg van törve ez a folyamat, és ezt még jobban erősíti, és még jobban mélyíti ezt a problémát az iskolarendszer, meg minden ilyen rendszer, ami szinte már azt gondolom, hogy egy katonai rendszer, és nem a gyerekekért van, vagy nem az egészségügyrendszer, és nem is az emberek egészségért van, hanem valami teljesen más irányba ment. És én azt gondolom, hogy a kezelések során is én elsősorban a lélekkel foglalkozom, hiszen annyi minden információ átjön, nem csak azzal kapcsolatban, hogy most valami alul működik, és ezáltal mondjuk látom, érzékelem, hogy a gyomornyálkahártyával mondjuk gond van, és akkor mire kell figyelni, vagy teljesen más egyéb testi tünet, ami esetleg még nem is jelentkezett, de már ugye ott van energiában, vagy éppen mondjuk már volt pajzsmirigy daganata valakinek, és akkor eljön hozzám, és mondja, hogy hát már kétszer volt, és akkor látom, hogy hát de még mindig ott van energiában, ott van a lenyomat, ott van a gond. Hát semmit nem oldottunk meg azzal, hogy kivágtunk, vagy megszüttettünk egy olyan problémát, hogy az orvosok azt gondolják sokszor, hogy azzal megoldják a problémát. Energiában nem történt változás, a probléma ott maradt. Hiszen amikor megszületünk, akkor is energia lényként jövünk ide a világra. Tehát az azt jelenti, hogy mindaz az információ, amit az energia testünk hoz, hordoz, ugye az újra megtestesül, és újra várja a segítséget, várja a szeretetben, az örömökben, azokban a kapcsolódásokban, amiket ugye kapunk lehetőségként és tanításokat szintén ugye ezáltal tudjuk ugye megérteni az életünket is jobban. Tehát ez egy nagyon-nagyon összetett folyamat. Szokták azt is kérdezni tőlem, hogy hát de mégis hány kezelés, mennyi az, ami már rögtön használ. Mindenkinek más energetikai rendszere van.
Tehát mondottam, hogy figyelnem kell arra, hogy hogyan áramlik az energia a hangtáladás közben. Figyelnem kell azt is, hogy aki hozzám érkezik, annak az energetikai rendszer mit képes befogadni egyáltalán. Mi az, ami még nem sok neki, mert ugye az nem biztos, hogy az használni fog. Vagy az annyira kibillent esetleg bizonyos területeket, hogy az már nehezebb feldolgozni. Tehát ezek mind-mind nagyon fontos dolgok, hogy az ember mindig csak a következő lépést tudja megtenni. De most már nem kicsi lépéseket kell tennünk, hanem egyre nagyobb lépésekre készített minket az az energia, az a magasabb frekvencia, ami én úgy érzem, hogy itt van. És biztos, hogy más előadások során is elhangzottak ilyen dolgok, hogy változik a világ, változik az az emberi faj is, aki ezzel az energiával, ezzel a magasabb frekvenciával jön, és tud jönni. Látjuk azt, hogy szétválások vannak, ugye gondolatiság véget, de én azt gondolom a rezgés, ugye a rezgés miatt, hiszen minden rezgés, és ezt is látom, hogy ez a folyamat, ez egyszerűen egyre jobban tovább fog majd gyűrűzni, és nem biztos, hogy lesz olyan erőteljes kapcsolatunk azzal a világgal, amiben most élünk, ami miatt most annyira bosszankodunk. Tehát előbb elhangzott olyan, hogy itt többnapos sötétség, meg mindenféle dolog, hogy ilyenek várhatóak. Nyilván ez az emberről is szól, a belső magunkról is. Mindenkinek meg kell élnie azt, ami ugye a sorsába megvan írva azáltal, hogy elmenekül, ugye elmegy más világtájékra, azzal még nem oldja meg a sorsát, vagy elvonul mondjuk 21 éves szerzetes létbe, azzal még a ráváró karmikus feladatok nem lesznek ugye kiírva a testéből. És mivel, hogy itt magasabb frekvenciát kell befogadni, hiszen vízalapúak vagyunk, magasabb frekvenciát kell befogadni a testnek, át kell engednie, hiszen mi ég és föld között vagyunk, egy csatorna, mindenki. Csak ugye mit felejtettünk el? Kapcsolódni mindennel, a földdel, az elemekkel, magunkkal, embertársainkkal. Vissza kell ezt állítani, és azt gondolom, ebben nagyon nagy segítség az, hogyha már magaddal figyelsz, magadra figyelsz. Szoktam azt is mondani, hogy a légzés mennyire fontos, mert a légzés az tényleg egy nagyon fontos dolog. Az ember ugye ezt úgy gondolja, hogy hát ez úgy van, és mindent jól csinál. Hát nem biztos, de mindenféleképpen a tudatos belégzés és kilégzés és a légzésszünetek, ezeknek a tudatosítása, illetve megfigyelése és az ehhez társuló testérzetek megtapasztalása, az mind-mind abban segít, hogy lépkedjünk, fejlődjünk az utunkon, mert nem elég az a tudatosság, amiben most leledzünk. És én ezt értem most az emberek többségére, még azokra is, akik annyira azt gondolják, hogy spirituálisan nagyon elindultak, teljes káosz van. Én azt látom, hogy most az van. Nagyon sok spirituális tanító van, aki nem feltétlenül a fény szolgálatában van, nem feltétlenül az emberekért tesz, ezek lehet, hogy súlyos gondolatok, de ez van, hiszen hangolhatóak vagyunk. És nem mindegy, hogy ki mondja azt a szót, vagy azt a mondatot, vagy azt a gondolatot, ami neked nagyon kell, mert a szíved azt vágyja, és megerősít valamiben, de az még nem elég. Fel kell ismerned azt is, ami mögötte van, az az energia, ami nem biztos, hogy téged gyógyít és támogat. Nagyon sokszor ezt kihasználják, és valójában az energiát veszik el, és nem energiát adnak, és nem a fejlődésbe visznek. Tehát nagyon sok ilyen van, tehát nézzetek szét, most nagyon sok ilyen van. Tehát nagyon nagy támadásnak vagyunk, úgymond ilyen értelemben is kitéve, azok is, akik a spiritualitás útján vannak, hiszen ezek is tanítások, és én azt mondom, hogy nincsen jó vagy rossz út. Végül is ki lehet próbálni mindegyiket, el lehet indulni, de egy út van valójában, és az bennünk van. És arra kellene figyelni mindenkinek a belső hangjára. És azt gondolom, hogy akik én hozzám jönnek, azok pontosan ezt tapasztalják meg, hogy egyre közelebb kerülnek ehhez a belső hanghoz. Egyre közelebb kerülnek a magjukhoz,
azok ahhoz a részükhöz, amiért itt vannak, és a feladatukba is jobban be tudnak állni, milyen feladatba, ami éppen most ugye ide köti őket a földre, és nem csak ahhoz a családhoz, amiben élnek. És ebben nagy segítség a hangtál, ebben, hogy mondom, én is csak szolgálok, a hangtálak is szolgálnak, a hang is szolgál, és a mögöttes energia az, ami valójában ez ami mozgatja, és segít, és támogatja, én azt mondom, minden kezelést. Én jógaoktató is vagyok, jogát is tartottam nagyon sokáig, és ott is azt vettem észre, hogy valójában nem elég, mondjuk soha nem úgy álltam hozzá, hogy csak joga gyakorlatokat és ászanákat végezni, hanem valójában ez egy közös imádság. És amikor valaki eljön hozzám, ott is nem csak arról az egy emberről szól, aki oda tette magát és megengedte, hogy változzon, ott az a probléma, amiben ő megrekedt, és esetleg már fájdalma van belőle, vagy betegsége van belőle. Ami úgy gondolja, hogy ez teljesen a személyes része. Ez nem csak a személyes része. Tehát ami ott van, ez egyszerűen több-több ponton megtalálható a világban, és hogyha abból mi kimozdítjuk, akkor, vagy legalábbis ki tud mozdulni, meg tud gyógyulni, az a segít a többi embertársainak is. Mert kioldunk valamit. Mint ahogy volt egy kisfiú, aki azt mondta, hogy a nagymamája beleállt a nagy tálba, és ott áll több méterre tőle, hogy hát ez hogy lehet? Hát ő is érzi a rezgést. Vagy amikor itt jöttem, és hát a sátorba ülhetett az a férfi, és ugye ő is érezte, hogy már nem tudom hányszor megkongattam ezt a tálat, és hát érzi, hogy valami történik. Hát igen, hát ugye ez nem úgy van, hogy csak ott történik azzal az egy emberrel, és nem csak abban a szobában, itt a teret is harmonizáljuk. És ezért is nagyon köszönöm Pócs Alfrédnek, hogy meghívott, és itt lehetek köztetek, és itt lehetek ezen a helyen, mert itt úgy gondolom, hogy nem csak aki nem áll bele, annak is segítünk a rezgéssel és a hanggal, ha hisztek benne, hanem akkor is történik változás. És nem csak veletek, hanem itt ezzel a helyjel is. És azt gondolom, hogy nem véletlenül vagyunk itt közösen. És itt a legvégén azért megszólaltatnám a tálakat, ami nyilván nem egy hangfürdő, mert én olyat nem nagyon szoktam csinálni. Csinálhatok, de ugye én nem arra specializáltam magam, hanem elsősorban emberek egyes embernek a gyógyítására, áthangolására, én mindig ezt mondom, áthangolására. És akkor előtte nem, inkább utána. Jó, megszólaltatom a tálakat először. Ezek most akkor hallatszódni fognak, amit csinálok? Jó, és akkor utána még kettő mantrát fogok énekelni, ami nem magyarul lesz. Egy gyógyító mantrát, és ami hozzátartozó mantra záradékot, hogy azt is fogadjátok sok szeretettel. Hogyha szeretnétek, akkor hunyátok le a szemeteket, ez nyilván mondom nem hangfürdő, csak megszólalnak a tálak, úgy, ahogy most itt, ebben a pillanatban, úgy gondolom nektek, és mindenkinek kell, hogy szóljon. Thank you.
Yajjamahe Sugandhim Pushti Vardhanam Urvarukameva Bandhanam Mrityor Mukshiyam Ritat Nam Karata Prabodhi Pekarata Maham Prabodhi Karta Hi Kevalam Om Shanti Shanti Shanti. Köszönöm a figyelmeteket. Ha bárkinek bármilyen kérdése van, azt nyugodtan most is felteheti, illetve hogyha külön személyesen akar megkeresni, akkor itt talál engem. Itt leszek holnap is még a sátor mellett. Nem nehéz nem megtalálni a hang miatt. Vagy sok szeretettel várok bárkit bármivel. Jó kérdéssel, hogyha esetleg elindult bármi gondolat, akkor nyugodtan jöjjetek. Illetve bele lehet állni a nagy tálba, aki még nem állt bele, és akkor azt is meg lehet tenni. De holnap is itt vagyok. Köszönöm még egyszer.